Szép jó estét kívánok! Köszöntöm a Paletta magazin nézőit. December 24-én este 3:48-kor diótörővel készül a Balettszínház ünnepekre, Lukács László könyvemutatója és múzeumi programajánló az ünnepekre. Ezzel várjuk Önöket. Tartsanak velünk! Az ünnep és a diótörő valahogy is összekapcsolódik, legalábbis az én gondolataimban, de talán a fehérváriak gondolataiban is. Az idei esztendőben is műsorra tűzte a karácsonyi időszakban a diótörőt a Székesfehérvári Balettszínház társulata. Az intézmény igazgatója, vendégünk Egerházi Attila. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Hát december 27-én megízlelhetik mindazt a hangulatot, meg azt a varást, amit a diótörő jelent, akik ezt eddig még nem tapasztalták meg. De hát kevesen vannak, hiszen azért a diótörőt igen nagy sikerrel játssza a társulat. Igen, ez egy állandó és sláger darabunk, ez egy természetesen programbalett. Nagyon szeretjük mi is táncolni, hiszen csodálatos zenét írt hozzá Csajkovszki. És az idén 6 alkalommal játsszuk a Vörösmarty Színházba, ebből már 4 lement, és még 2 alkalom van, 27-én és 28-án játsszuk a Vörösmarty Színházba a teljes nagy diótörő produkciónkat, és ennek van egy zanzásított változat, amit úgy hívunk, hogy Dióhéjban, most 21-én fogunk vele Siófokra menni. Azt gondolom, egy ilyen kis rövidebb etap a Dióhéjban, a diótörő pedig a teljes nagy cselekményes, pontosan, nagy családi balett. Pontosan, az egy sweet változata a diótörőnek, ami végül is keresztmetszet ad a teljes darabból, de nem minden részletét vonultatja fel. Valahol a koncert jellegű és a szenírozott forma között van, nem azzal a szenáriummal megy, nem a komplett díszletébe, de a komplett jelmezébe. És ez is egy nagyon izgalmas produkció egyébként, de nyilvánvalóan, hogy idehaza Székesfehérváron, székesfehérvári közönségnek a teljes nagy diótörőt játsszuk, és remélem, titkos vágyam, vagy nem is annyira titkos, hogy majd a következő években, talán már jövőre is, zenekarral, Bajor István barátommal, ugye a zenekarnak, az Arsónak az igazgatójával tervezzük, beszélünk erről, hogy milyen szép lenne majd, ha egyszer zenekarral is elő tudnánk adni a diótörőt. Hát ez egy ilyen plusz íz lenne mindenhez. Hát ez is a fejlődésnek a része lenne, egy másik szintet lépnénk, így is nagyon szép, hiszen egy nagyszerű felvételről, Doráti Antal vezényli a felvételt, az is egy nagyon szép verzió, de hát mégiscsak az ünnepfényét emelné, hogy ez a nagyszerű zenekar, ami ugye a városnak adott, meg van most már egy nagyszerű balettszínház, akkor ez házasságra lépne a diótörő kapcsán, és akkor együtt tudnánk ezt előadni. De nagyon örülök annak, hogy nagyon sokan nézik meg ezt az előadást, nem meglepő, ugye azért a diótörőt mindenhol a világon, karácsony táján látogatják, szeretik, tehát itt nincs gondunk jegyértékesítéssel, úgymond, tehát sőt, azzal van gondunk, hogyha valaki nem időbe kap észhez, hogy akkor hú, most meg szeretném nézni, akkor már nem tudunk neki helyet adni. Úgyhogy viccesen mondtam is a kollégáimnak, hogy innentől kezdve minden egyes bemutatónk címe diótörő lesz, csak más-más alcímet adunk, hiszen nagy érdeklődés vonz, de azt gondolom egy értékes produkció is. Mi a siker titka? Mi lehet a diótörő népszerűségének a titka? Ugye ott van nyilván a történet, a zene, de te hogy látod ezt? Ez egy most metaforikusan, ez egy csodálatos dísz a mindenki karácsonyfáján. Ez egy lelket emelő darab. Egyrészt a zeneisége, másrészt a történet, nem utolsó sorban a tradíció. És a tradíció az nagyon fontos, hiszen összeköti az embereket. Tehát a karácsony, ahogy beiglit sütnek, ahogy karácsonyfát állítanak, és akkor elmennek megnézni a díjat, ezek nagyon jó dolgok. Tehát azt gondolom, hogy a tradíció így is őrződik, a karácsonyhoz hozzátartozik a diótörő. Ami egy másik fontos pont talán, hogy ez egy tényleg az egész család számára egy jó program. Pontosan. Lehet. Tehát, hogy ez egy családi barát. Nagyon, mint egy jó, most lehet, hogy buta a hasonlat, de ez mint egy jó rajzfilm. Vannak olyan rajzfilmek, amit a felnőttem, mert többször néz meg, mint egy gyerek. Tehát igen, ez egy családi balett. Mint hogy a Rómeó is egy családi balett, másként a diótörő is mindenféleképpen egy családi balett. És ami nagyon érdekes, hogy meg lehet nézni minden évben.
Tehát ugyanúgy a beiglit is megesszük minden évben, meg a karácsonyfát is állítunk minden évben, ugyanúgy el tudunk menni, és ugyanazt a produkciót, hiszen eltelt egy év, és ugyanazt az élményt előhívja belőlünk. Tehát én mindenkinek ajánlom, hogy aki már látta egyszer a diótörőt, az ne egyszer nézze meg, hanem nézze meg többször is, mert ugyanúgy élményt fog kapni tőle, ezt bizton állítom. Meg annál is inkább, hogy mindig vannak új szereposztások, és ez meg egy teljesen más fénytörésbe állítja a darabot. Milyen a Székesfehérvári Balett Színháznak a diótörője, mert ugye minden társulatnak a diótörő címmel előadott produkciója szerintem más és más. Ez egy táncszínházi produkció, sok referencia van a klasszikus balettforma nyelvére, de mégsem az. Ez szerintem egy izgalmas produkció, el kell jönni, meg kell nézni, erről nagyon nehéz beszélni. Tulajdonképpen általában a diótörő, mondjuk ha operai méretekben nézzük, akkor egy a Stahlbaum családnál egy nagypolgári környezetben, családnál játszódik. Nagyon sok gyerekkel, nagyon sok szereplővel, hát tudom, vannak sok ember. Nálunk nincs sok ember a társulatban, de nem is feltétlenül kell, hiszen nagyon erős karakterek. Egy másik beszélgetésben erről már beszélgettünk, hogy nagyon erős karakterek vannak a társulatnál, és mindenkire nagyon komoly és nagyon sok feladat hárul. És az első rész nagyon izgalmas, mert a szürke hétköznapokat jeleníti meg, és ebben a szürke hétköznapokban betör a karácsony. És mit kezd ezzel a család, hogy akkor most valóban megéljük a szeretetet, vagy úgy csinálunk. És ezért elég ironikus helyzeteket is teremt, de mindenféleképpen szeretettel beszél erről a jelenségről, hiszen az egész díszlet a ruháktól kezdve le van öntve idézőjelbe szürkével. Minden szürke, de nagyon melegszívűek a karakterek. És akkor a Marika álmába, ugye ő beleszeret a diótörő babába, és akkor vele álmodik. A második felvonás, amikor a kristálypalotába érkezünk, az meg pont az ellentét ennek, nagyon-nagyon színes. És Falvai Miklós barátommal egy nagyszerű vetítést is terveztünk a háttérre, illetve a díszletek, ami Andrea Hanmer munkáját dicséri, és Szelei Móni segített abban, hogy ezt rekonstruáljuk, hiszen Andrea már nem lehet itt közöttünk. Ez egy csodálatos világot teremt, és hát még egyszer mondom, Csajkovszki zenéjére hát nem volt igazán nehéz koreográfiát készíteni, hiszen kézen fogott ez a zene engem is vezetett. Érdekes, amit mondtál, tehát egy ilyen álom elevenedik meg az álomban, és egy ilyen nagyon pörgős, nagyon dinamikus, és ugyanakkor érzelmekre ható előadásra számíthatunk. Hát minden előadásunk az érzelmekre és az érzésekre hat, ez stimulálja, így a diótörő is, úgyhogy egy nagyon izgalmas, nagyon színes produkcióról beszélünk, és a közönség nagyon-nagyon szereti, aminek mi borzasztóan örülünk, és hát ez jövőre is, azután is mindig rendszeresen műsorra fogjuk tűzni. Meg talán ez is lehet a sikertitka, amiről az imént beszélgettünk, hogy ez egy minden korban érvényes dolgokról szól, olyan dolgokról, ami a 18. században pont annyira volt meg az ottani embereknek, lehet, hogy más körülmények között, mint a ma emberének. Ez a remek műnek a sajátja, hogy időtlen. Egyszer Martha Graham-et ugye megkérdezték, aki a kortárs táncnak, a modern táncnak a papnője, és akkor mondták neki, hogy kicsit ilyen provokatív jellegű is volt, direkt módon provokatív jellegű a kérdés, már borítékolták a választ, hogy akkor most akkor mesternő mondja meg, hogy akkor most mi az igazi érték, a klasszikus, vagy a kortárs, vagy a modern, és leoltotta egyből a riportert, és mondta neki, hogy nézze, az igazi mű, az kortalan, teljesen mindegy, hogy mikor, mert valamikor a klasszikus is kortárs volt. Hordoz-e maradandó emberi értékeket, vagy sem? Tehát Shakespeare attól nagyszerű, pedig aztán annál klasszikusabb kevés van, mert olyan értékek, olyan emberi dolgokról beszél, ami mindenkorban érvényes, csak máshogyan. Na most a diótörő is pontosan egy ilyen darab, mind a tematikájába, mind a zenéje. Valamikor, amikor Csajkovszki ezt megírta, az abszolút kortárs zene volt. Erre úgy kell tekinteni, hogy ez mindig kortárs, hiszen az akkor élő embereknek a szívét szólítja meg. Tehát kortárs. Ugye a diótörőről beszéltünk arról, hogy a szereposztás is mennyit változtathat. Most milyen szereposztásban láthatják majd? Két szereposztásba megy, a főbb szerepek tekintetében, és hát nagyon izgalmas, mert egymástól eltérőek a karakterek, és ezért érdemes megnézni adott esetben nem csak a diótörő esetében, más darabok esetében is egy darabot kétszer vagy háromszor, mert az új szereposztás teljesen más szint
hoz bele. Úgyhogy, és ez nagyon jó, mert ez egy elég nehéz feladatokat ró a diótörő főszerepe, az elég nehéz feladatokat jelent a táncosoknak, és ezáltal fejlődnek a táncosok. De egyébként nem csak a főszerepek, hiszen olyan divertismentek vannak benne, népek táncai, amely padödők, kettősök, nagyon komoly feladatot mindegyik jelentenek. Mindegyik kihívás volt. És tulajdonképpen fejlődik rajta keresztül, az előadásokon keresztül, a szerepformáláson keresztül fejlődnek a táncosok. Mi megélményekkel gazdagodunk, nem? Így van. Meg kell említsem mindenféleképpen Krisztina Porres Mormenő nevét, többször elhangzott már itt a beszélgetésben, ő is volt itt, aki nem csak az első szereposztásban Mária Hercegnő táncolja, hanem a komplett darabot betanította, és az új szereposztásnak is betanította, úgyhogy ez az ő munkáját dicséri. Úgyhogy több szerepbe is így részt vett az alkotó munka során. Hát akkor nincs más hátra, mint hogy az érdeklődők elmenjenek december 27-én az előadásra, hogyha akik van, még van lehetőségük. Már nincsen sajnos jegy, de akik nem kaptak jegyet, vagy most hallanak rólunk először, akkor nagy szeretettel várjuk őket jövőre, de nem csak a diótörő előadásra, hanem azt majd még megelőzi nagyon sok izgalmas produkció. A diótörő és alcímű előadások. És alcímű előadásokra is érdemes elérni, hiszen azok sem kevésbé értékesek, illetve izgalmasak, csak mást, nem a karácsonyhoz kötődő műről van szó, hanem az életünkhöz. De azt már legalább elárultad nekünk, hogy jövőre válható egy újabb pont itt a diótörődél, hiszen az sem elképzelhetetlen, hogy mondjuk egy nagy zenekari kíséretvel tekinthessük azt meg. Azt most innen ebből a székből jelenleg nem tudom megmondani, hogy ez jövőre fog megtörténni, vagy akár két év múlva, de én nagyon bízom abban, hogy minél hamarabb. Ez terve van véve. Folynak az egyeztetések, úgyhogy szerintem ez előbb-utóbb erre sor fog kerülni. Na hát figyelemmel fogjuk kísérni, csak úgy, mint a Székesfehérvári Balett Színház életét is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a palettában. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és áldott békés karácsonyt kívánok a kedves nézőknek. Köszönjük szépen, mi pedig megyünk tovább, hiszen más egyéb érdekességekkel is, kiállításokkal, tudományos szenzációval jelentkezik a Paletta magazin mai adása. Maradjanak velünk, hiszen folytatjuk. Idén is a Vörös Marti Színházban rendezte meg évbúcsúztató vacsoráját a Vörös Marti Társaság. A teátrum igazgatója Szikora János köszöntőjében úgy fogalmazott, Székesfehérváron a színház és a kortárs irodalom kapcsolata egészen példamutató, és nem csak azért, mert a Színház Irodalmi Szalon sorozatát a Vörös Marti Társaság alkotóival kezdték. Néhány évvel ezelőtt, amikor Bobori Zoltán megkeresett, hogy hagyományos karácsony előtti vacsorájukat, a Vörösmarty vacsorát szeretnék itt tartani a színházba, akkor nagyon boldogan mondtam igen, hiszen a színház egy hajlék is, és hogy ne volna hajléka egy olyan társaságnak, ami a helyi irodalmi életet tömöríti magába. Azt gondolom Székesfehérváron színház és irodalom, kortárs irodalom kapcsolata egészen példamutató, nem csak azért, mert mondjuk az Irodalmi Szalon című sorozatunkat a Vörös Marti Társaság alkotóival kezdtük, hanem gondolok arra is, hogy amikor március 14-én nemzeti ünnepünk előestéjén Sobor Antal művével a Nemzeti Színházban felléptünk, azzal a színdarabbal, amely tulajdonképpen a helyi irodalmi hagyományokból nőtte ki magát egy nagyon komoly színházi előadással, és aztán megtalálta a méltó rangját a Nemzeti Színházban, nemzeti ünnepünk előestéjén, akkor úgy gondolom, hogy ez több volt, mint szimbolikus gesztus jelzi, hogy ebben a városban az irodalom és a színház igazán egymásra találtak. Bobori Zoltán, a nagymúltú irodalmi közösség elnöke, fontosnak tartja, hogy az adventi időszakban összegezzék az esztendő történéseit, és közösen értékeljék azt a felelősséggel és méltósággal bíró missziót, azt az alkotói utat, amit a társaság évről évre megtesz. A társaságunk, de most már nyugodtan mondhatom, hogy a város egyik legkedvesebb rendezvénye a Vörös Marti vacsora. Én nagyon örülök annak, hogy hosszú-hosszú évtizedek után, hiszen a
két világháború között ez egy nagyon rangos rendezvénye volt a városnak, hogy hosszú-hosszú idő után ezt felújítottuk, ezt a nagyon szép hagyományt, most már közel 10 esztendeje. És hát ilyenkor évvégén természetesen az ember úgy ül le ünnepelni, hogy végig gondolja, hogy jogos-e az ünneplés, hogy elégedettek lehetünk-e az elmúlt esztendővel. De hát talán úgy ítélik meg a városban, vagy országszerte, hogy elégedettek lehetünk, és jogosan ünnepelhetjük mindazt, amit ebben az esztendőben elért a társaságunk. Mindenképpen szeretném megköszönni ma este valamennyi tagunknak, és valamennyi támogatónknak, segítőnknek, és valamennyi szimpatizánsunknak az elmúlt esztendő minden örömét és sikerét. És hát ilyenkor az ember persze próbálja elfelejteni a kevésbé ünnepi pillanatokat is, amik az elmúlt esztendőben történtek. De hát most nekünk valóban a felhőtlen ünneplés a dolgunk, és ennek az ünnepségnek az öröme, ami vár ránk valószínűleg. Az esten átadták azt az elismerést, amellyel így az év végén megköszönik azt a munkát, amellyel a kiválasztottak hozzájárultak a társaság sikeres működéséhez. Idén a Vörös Marti Társaság mindennapjait a háttérből segítő Szigli Ferencné és Szigli Ferenc és a Fejér megyei Hírlap kiváló kulturális újságírója Bokros Judit vehette át a Vörös Marti kancsót. Igazából nem nagyon jutott el hozzám ennek a valós tartalma, csak mondta, hogy kérdezte, hogy eljövök-e a vacsorára, amiről egyébként korábban inkább tudósítottam, pontosabban megírtam, hogy mondjuk kivette át a kancsót, és említette, hogy akkor az egyiket azt most szeretnék nekem adni. Megtiszteltetésnek érzem természetesen, és nagyon köszönöm nekik is. Mindenkinek, aki ezzel egyetért. A találkozón Szikora János ígéretet tett arra, hogy a következő évadban olyan irodalmi esteket szerveznek a színházban, ahol a Vörös Marti Társaság szerzői is kiemelt szerepet kaphatnak. Szabados György történész tartott előadást a Vörös Marti teremben harmadik Béláról és egy másik Árpád-kori uralkodóról. Mint kiderült, az archeogenetikai kutatások megállapították, hogy a harmadik Béla sírja mellett nyugvó 2x52-es személy nem más, mint Vak Béla. A Vörös Marti Társaság Kossuth utcai termében a Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont programjainak keretében Szabados György történész előadását hallgathatták meg az érdeklődők, harmadik Béla és még egy eddig ismeretlen Árpádházi uralkodó földi maradványainak azonosításáról. Az adja a mai előadásnak az aktualitást, hogy 171 évvel ezelőtt decemberben találták meg harmadik Béla és Antiochiai Anna sírját, másik három temetkezéssel együtt, és a régi tudást azt az új tudomány is megerősíti, tehát 19. századi tudósaink egyfelől minden ellenkező híresztelés dacára helyesen azonosították a királyi csontvázat harmadik Béla és Antiochiai Anna földi maradványaként, és ezeket a régi tudományokat az újabb tudományok is megerősítik, sőt, a legújabb publikus tudományos eredmény az annyira új, hogy december 10-én volt a könyvbemutató, és egy archeogenetikai szenzációról ad számot, amelynek az a lényege, hogy a harmadik Béla jobbján nyugvó, ma 2x52-es néven ismert sír halottját végre néven tudjuk nevezni. A 2x52-es sírba harmadik Béla nagyapja, második, avagy Vak Béla király nyugodott. Ez azt hiszem, hogy óriási bejelentés mindenképpen. Mennyire erősíti meg azt a munkát, amit te elkezdtél, és azóta is gőzerővel folytatsz? Ez szervesen épül arra a munkára, amelyben én úgymond történész alvállalkozónak definiálom magam, mert a történettudomány már elérte
e téren az illetékesség határát. A történettudomány addig tudja megmondani, hogy kik közül lehet válogatni az azonosításhoz. Kik azok, akik Székesfehérvárot a bazilikába temetkeztek. Innentől kezdve át kell adnia a terepet az antropológiának, még inkább legújabban az archeogenetikának, mert a történeti alapokra az archeogenetika tud építeni, hiszen az archeogenetika tudja kimutatni azt, hogy a harmadik Bélához viszonyítunk, és nagyon közeli rokon, fiági rokon, de a rokonsági kapcsolat távolabb, mint az apa-fiú kapcsolat, ugyanakkor nem leszármazott, hanem ős, tehát vagy egyenesági ős, vagy valami nagybácsi. A tudományos szenzációról szóló programon a legújabb archeogenetikai kutatásoknak köszönhetően Szabados György megnevezte az azonosított uralkodót. Itt a különböző szempontok, beleértve azt is, hogy a rádiókarbon kor meghatározás szerint 1155 előtt kellett, hogy a 2/52-es férfit a sírba tegyék. Különböző szempontok, amelyeket az előadásban el fogok sorolni, összessége egyetlen ember személy azonosítását engedi meg, ez pedig Vak Béla király. Ez megerősít téged a munkádban, mármint a további munkádban? Engem annyiban erősít meg a további munkámban, hogy 2016-ban közöltem az Alba régiában egy tanulmányt, amelyben megerősítem a 19. századi tudósaink Pauer János és Érdi János eredményeit, miszerint itt az 1848. decemberében feltárt sírokban harmadik Béla és Antiohiai Anna nyugodott, és akkor ez az a családi alap, amelyre lehet építeni. Előadásában Szabados György megerősítette, az eredmény szervesen épül arra a munkára, amelyet történészként elvégzett, ugyanakkor e téren a történelemtudomány már elérte illetékessége határát. Ettől a pillanattól kezdve át kell adni a terepet az antropológiának és még inkább az archeogenetikának. Lukács László könyvéből Székesfehérvár néprajzi értékeit ismerheti meg az olvasó, a könyvemutatóról készült összeállításunkat nézzük meg együtt. A Szent István Király Múzeum gondozásában jelent meg az a hiánypótló mű, amelyben Lukács László néprajzkutató értékmentő munkájának jegyében ezúttal Székesfehérvár néprajzának különlegességeit tárja az olvasó elé. A kötet egyedi módon mutatja be a megyeszékhely népi hagyományait. Érdekes könyv, mert tulajdonképpen ugye Székesfehérvár néprajzi értékei, ez a címe, és hát az átlagolvasó azt gondolná, hogy ha néprajzról beszélünk, akkor a falusi népi kultúráról beszélünk. Viszont erre már a néprajzi irodalomban van példa eddig is, hogy a városokban is volt olyan agrárnépesség, akinek a hagyományai megegyeznek a falun élő parasztságnak a népi kultúrájával. És itt Székesfehérváron is volt ilyen népesség, elsősorban a külvárosokban, Felsőváros, Palotaváros, Alsóváros, ahol hát földműveléssel, iparral, kereskedelemmel foglalkoztak. Az ő hagyományaikat, múltjukat tárja fel Lukács László tanulmánykötete, ami nem egy monográfia, hanem több apróbb téma, körülbelül 144 tanulmányt tartalmaz a könyv. Ennek a közzététele egy tulajdonképpen Székesfehérvár néprajzi olvasókönyve. Lukács László nagyívű elemzésében rámutat, hogy a városi agrárnépesség hagyományaiban, kapcsolatrendszerében és a falusi életmód jellegzetességeit hordozta. Székesfehérváron országos viszonylatban is a legnagyobbak közé tartozott az agráriumban élők aránya. Az volt az elbírálás még ezelőtt egy fél évszázadban, hogy Fehérvárnak nincsenek néprajzi értékei, egy jellegtelen terület és város a néprajzi értékek a népi kultúra szempontjából. Azért az utóbbi 50 évben sikerült összeszedni annyi néprajzi értéket, hogy elkészülhetett ez a könyv, sőt, még egy 200 oldallal vékonyabbat terveztem, de a kutatás közben kiderült, hogy annyi néprajzi érték van, hogy először is ez a régi mesterségek, iparosok hagyományai, népszokások, népművészet. Tehát a néprajznak minden ága olyan jól fölkutatható itt Fehérváron,
hogy egy 416 oldalas könyvet sikerült kiadni róla szép színes fotókkal. Számos új, úgy értem, hogy most földerített fénykép, rajz is bekerült a kötetbe, ami itt szerepel először. A hatások azok a magyar népi kultúrának a hatásai, megvan minden, azt mondhatjuk, amit a tágabb környezetben, a mezőföldön vagy a vértesben megvan, de vannak olyanok is, amiket még a régi fejérvári polgárok esetleg német területről hoztak magukkal, de ugye ők elmagyarosodtak, de a szokások, például a Szent Donátnak a tisztelete, Szent Sebestyénnek a tisztelete, az még napjainkig is megmaradt, ezt még a Németországban hozták magukkal, de ugyanakkor itt az itt lévő magyaroknak a szokásait, például a Szent István tiszteletet is átvették az egész város, vagy most az utóbbi években a Szent Családnak a tiszteletét. Tehát azt mondhatjuk, hogy nagyon gazdag a vallási néprajzi hagyomány is itt Fehérváron. A Székesfehérvár néprajzi értékei kötet félszáz tanulmánya felöleli a néprajz különböző területeit, bemutatja előzményeit, mindennapjait, az itt élők természetes kötődését a falusi életmódhoz. Az ünnepi időszakban még látogatható Szent István Király Múzeum országzászló téri épületében a Hősök, Szentek, Hódítók, IV. Béla élete és uralkodása című kiállítás. December 31-ig nézhetjük meg, ez a nagyszabású időszaki tárlat végig kíséri a király életét, megjelenítve uralkodásának legfontosabb pillanatait. Számunkra és a magyar nemesek számára lehetett maga Gertrúd egy negatív történelmi szereplő, de Béla 1213-ban az édesanyját vesztette. Az idei év kiemelt alakja volt Székesfehérváron a második honalapítónak is nevezett királyunk, IV. Béla, aki az augusztusi szertartás játékon is főszerepet kapott, és akiről a Szent István Király Múzeum országzászló téri kiállító helyén időszakos kiállítást nézhetünk meg az év végéig. A tárlat rengeteg szöveges anyaggal rendelkezik, viszont a tárlatvezetésen én inkább arra hívom fel a figyelmet, amik érdekességek, amikre mondjuk már nincs keret a szöveges részben, hanem egy-egy olyan kis apró morzsa, ami emberivé és közelebb hozza a mai élőkhöz az akkor élt embereket és IV. Bélát. A tárlaton egyszerre látható a tyúkot bagolyvári ezüst kincslelet és a szanki arany kincslelet. A Magyar Nemzeti Múzeumból olyan műtárgyak érkeztek, amelyeket eddig a raktárban őriztek, így hosszú idő után most először láthatóak. Próbáltunk végigmenni IV. Béla életének különböző szakaszain, és ami tulajdonképpen újdonság az eddigiekhez képest, hogy a maga a díszlet, vagyis a háttér, az is egy önálló művészeti alkotás. Tehát olyan grafikák díszítik most a teret, ami önmagában is gyakorlatilag egy kiállításnak is megfelel. Több mint 70 műtárgyat mutatnak be a Székesfehérvári Szent István Király Múzeumban. A kiállítás legszebb darabjai közé tartozik Szent Erzsébet boterekéje. Erről is beszélt Belegrai Tamás. Vannak olyan elképzelések, hogy maga a bot egy sétapálca volt, és Erzsébet maga is használta. Mások szerint a bot az ágyának a lába volt, és abból faragták ki, és abból lett később ez az erekje, tehát ténylegesen ő nem használta használati tárgyként. A tárlaton az efféle érdekességek mellett valódi történelmi kontextusba elhelyezve ismerhetik meg az érdeklődők IV. Béla és családja életének legfontosabb momentumait. A látogatókat látványos installációk vezetik körbe, amelyek több tematikai egységre bontják a kiállító teret. Kialakítottak egy templom belsőt megidéző teret is, hatalmas rózsa ablakokkal, egy másik teremben pedig a tatárjárás és azon belül is a háborúk, hadjáratok elemenednek meg. Érdemes kihasználni az évvégi időszakot, hiszen december 31-ig látogatható a nagyszabású kiállítás a Múzeum országzászló téri épületében. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép karácsonyt kívánok, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!